Szeretettel üdvözlök mindenkit egy gyors és lényegre törő videóban. A mai videóban egy újabb Transmat Bluetooth-os hangszóróval, a Force 2-vel fogunk foglalkozni, és ahogy a címben is olvashatjátok, nem egy egyedi eset. De még mielőtt belefolynánk a videóba, egy szponzorált üzenet a CD Keo First-től. Én is tudom, ti is tudjátok, mindenki tudja, hogy senki nem szereti az aktiválja a Windows feliratot. Éppen ezért tüntessük el! Erre egy egyszerű megoldás lehet egy olcsó CD kulcs vásárlása, például a CD Keo First oldaláról. Keresetek rá a kulcsra, amire szükségetek van, dobjátok a kosárba, használjátok az ANO25 kódot, hogy 25% kedvezményt kapjatok a vásárlásatokból, majd aktiváljátok a gépeteket és élvezzétek a feliratmentes életet. Szerezzetek olcsó Windows és másfél termékkulcsokat a leírásban található linknek a segítségével. Köszönöm szépen CD Keo First, hogy támogattatok a mai videót! Legelőször is szeretném ismertetni a Force 2-t. Ez egy dupla driveres, sztereó hatású hangszóró, aminek a bal és a jobb oldalán passzív membránokat találunk a mélyebb hangok kiemelésére. A beépített 2500 mAh-es akkumulátornak a segítségével a hangszóró 50% hangerőn akár 15 órán keresztül tud folyamatosan működni, valamint ezt utána újra tölthetjük az USB-C porton keresztül, röpke 3 óra alatt. Ez az USB-C csatlakozó karöltve egy 3,5-es jack csatlakozóval egy teljesen vízálló kupak alatt található, ugyanis a hangszórónk az IPX7-es vízállóságot kapott, tehát nem csak hogy a fröccsenés, de akár a vízbe mártást is túl fogja élni. A hangzás a Transmart állítása szerint kiegyensúlyozott, és megtudtunk minden információt a hangszóróról. Nézzük, hogy pontosan ebből mi is volt igaz. Szóval, itt lenne a kezemben az öreg Transmart Force 2. Nem olyan öreg egyébként, mert nemrég adták ki, de eléggé öregnek érződik már azért, mert nagyon sokszor rájátszottátok már ezt Transmart. Kiadtak egy hangszórót, ami nem jó. És nem azért nem jó, mert hogy rossz a felépítése, mert én meg vagyok elégedve a felépítéssel. Ez a kellemes tapintású műanyaggal és a szövétborítással, hogy a hangszóró fölt. Ezzel minden oké. Kis gusztusos logó az elején? Szuper! Jól szigetel a kis kupak a hátulján? Szuper! Az irányítása? Egyszerű, letisztult. Mi a bajom akkor ezzel a hangszóróval? Hát az, ahogy szól. Tudjátok, a lényege egy hangszórónak. Szeretnék mindenkit emlékeztetni arra, hogy a Transmart Element T6 volt az első Transmart hangszóró, ami megjelent a csatornámon. És én ezt azóta, a nap óta, amióta megkaptam, olyan magas szinten tartom, hogy az valami elképesztő. Ez a hangszóró a mai napig egy ilyen standard, amit képviselnie kell bármilyen Bluetooth hangszórónak, hogy én azt jónak, vagy legalábbis tűrhetőnek tudjam titulálni. A T6-nak kifejezetten basszusos a hangzása, de szerintem kifejezetten jól szól rajta a mai popzene, rockzene, vagy esetleg EDM, rap, vagy ezek a kategóriák, a népszerű kategóriák. Sajnos az ilyen klasszikus zenében a részletesség az el fog kicsit veszni, tehát ez nem olyan jó, hogyha ilyen audiofile, FLAC fájlokat szeretnétek hallgatni, ugyanakkor ez a hangszóró 15.000 forintba kerül. Néha még ez alá is lemegy, és ez magyarországi ár. Szóval, aki szerint ez túlárazott, az nem tudom, szerezze magának egy dorongot, és dorongoljon, és azt hallgassa. Ezzel szemben itt van most a Force 2. Egy hangszóró, aminek a kezdő ára magasabb, mint 15.000 forint, jelenleg 22.000 forintba kerül, és kizárólag a Geekbuying oldalán érhető el. Azonban ez az ár valószínűleg az első pár nap után följebb fog menni. És ez azért egy kifejezetten szomorú dolog, legalábbis szerintem, mivel ez a hangszóró, ez közel sem szól olyan jól, mint a T6. Mit értek ez alatt? Nos, hangerőben azt mondom, hogy eléri a T6-ot, sőt, le is tudja gyűrni. A T6 25 wattra, ez pedig, a Force 2 pedig 30 wattra van, úgymond, minősítve a Transmart által, és egyébként tényleg érződik, sokkal durvább, határozottabb, hangosabb hangja van a Force 2-nek. A probléma ezzel, hogy ez a hang inkább üvölt, mint sem, hogy zenél, miközben zenét hallgatunk. A T6 hangzását úgy tudnám leírni, hogy bár hallom az éneket, és hallom a gitárt, és hallom a különböző hangszereket, mégis hallom, hogy van valami basszusa a zenének, míg a Force 2 az olyan, mintha valahol a dobos az 3 szobára lenne tőlem, és közben az énekes az teli torokból üvöltene bele a fülkagylomba. Ez a különbség a hangzása között a két hangszórónak. A Force 2-nek az úgynevezett kiegyensúlyozott hangzása igazából azt eredményezi, hogy szerintem baromi idegesítően
magas a hangja. Egyszerűen eltűnik a basszus. Még azokban a zenékben is, ahol kizárólag basszus orientált hangszereket használnak, és az egész ilyen elektronikus bum-bum-bum, még ott sem hallod a basszus normálisan ebből a hangszóróból, és ez számomra csak egy dolgot fog mutatni, hogy manapság hallgatott zenéknek a hallgatására nem lesz túlságosan király. Körülbelül olyan érzésed van, mint amikor egy tévének a hangszóróit használod. Ugye azok nem elég erősek ahhoz, hogy komolyabb basszus tudjanak leképezni, csak úgy, mint ahogy a Force, amit nem értek. Amit fel tudok mellette hozni, az a kialakítása, mert az tényleg egyéni, tehát ilyen formai hangszorot szerintem nem sokszor lát az ember, illetve az USB-C töltést, és azt, hogyha párosítani szeretnénk mondjuk több ilyet, akkor azt megtehetjük akár 100 darabig felfele menet. Tehát, hogy nagyon-nagyon-nagyon sok ember venne ilyet, és nagyon-nagyon-nagyon sok ember egy helyen szeretné őket hallgatni, akkor ugyanaz a zene szólhatna mindegyikből. Menő? Igen. Elegendő ahhoz, hogy én megvegyem ezt a hangszorót? Nem. És nem tudom, hogy ki lenne az, aki megvenné ezt a hangszorót, hogy aztán majd valaki más is megvegye a hangszorot, és ők majd ketten hallgassák őket együtt. Ez nem egy létező dolog. Ez már most érzem, hogy egy baromi rossz ötlet lesz, mert nem fog átjönni a hangja egyáltalán, de felveszem nektek, hogy mi a hangkülönbség közöttük, hát ha hallatszik a felvételemen. Ez, ismételten mondom, egy nagyon rossz ötlet, az én mikrofonom nem feltétlenül fogja felvenni a megfelelő hangminőséget, a vágó szoftver az nyilván nem fogja annyira elrontani, de a YouTube tömörítés igen, és aztán ti nem tudom, hogy min fogjátok hallgatni. Előre szólok, hogyha valaki a kommentbe azt fogja leírni, hogy a Force 2 jobban szól, ott biztosan az ő oldalán volt valami probléma. Viccen kívül. Videó végi konklúziónak ennyit tudnék mondani. Vegyétek meg a T6-ot. A mai napig gyártják, és a mai napig egy fantasztikus hangszóró. Azonban, hogyha nektek nagyon fontos az IPX7-es vízállóság, az USB-C töltés, és az, hogy összetudjátok csatlakoztatni a hangszórót ugyanolyan hangszórók, nem tudom, sokaságával, akkor a Force 2 egy hangszóró, ami megvásárolható. A leírásban található linken, csak úgy, mint ahogy a T6 is, annak is odarakok egy linket, mert hülye lennék nem odarakni a legjobb hangszórónak 15.000 forintért. Köszönöm szépen, hogy megnéztetek a videót, és itt voltatok velem. Amiben tetszett a videó, akkor nyomjatok rá egy lájkot, és szeretném megköszönni a Transmartnak, hogy részemre bocsátották a Force 2-t, annak ellenére, hogy nagyon is nem voltam megelégedve a minőségével. Remélem, hogy velem tartotok majd a jövőben is, addig is legyetek jók, és további szép napot kívánok mindenkinek. Adjö!